Ki kéne mondani az igazságot? Na de hol van az igazság? Nem is olyan régen még ezt mondták a nagy médiákban. Follow the woman, follow the money. Kövesd a nőt, kövesd a pénzt, ha meg akarsz tudni valamit. Tamási Áron pedig azt mondta annó, hogy az igazság fáj, de meg lehet szokni. Én nemrég múltam el 50, és hát elég sok mindent láttam. Most már csak a saját tapasztalataimban bízok, de még mindig kíváncsi vagyok. Aztán ismerek pár döntéshozó embert, személyesen is, és többek közt emiatt is ragadtam most mikrofont. Ülök itt a peremvidéken, egy hegytetőn, itt Erdélyben, és figyelem a cirkuszt. Közben ma reggel arra ébredtem, hogy a szarvihar kellős közepén, ahova sokszor sodor az élet engem is, az én kis világomban, a legnagyobb támadások közepette az utóbbi időben elkezdek mosolyogni, vagy épp szeliden kuncogni. Magamat is meglepem ezzel. Érdekes látni, hogy szuperintelligens emberek is megvadulnak, szinte kivetköznek magukból. Zsidók, kommunisták, globalisták, nacionalisták, stb. Annó gyermekkoromban sok mindenki közelében játszhattam és figyelhettem. Voltak nagy nevek köztük, színészóriások, irodalmi legendák és vezetők. Olyanok is, akik most is vezetnek. Neveket direkt nem mondok, a szolgálatok úgy is tudják, hogy ennyi elég. Jobb esetben gondolkodó emberek vagyunk, és a mai európai kultúra köztudottan a kritikai gondolkodásra épült fel. 2 napja hirtelen felindulásból írtam angolul egy rövid szösszenetet a nyilvános oldalaimra, és meglepődve láttam, hogy nagyot ment angolul. Valami olyasmit írtam, hogy milyen érdekes, van itt egy picike kis ország Európa közepén, egy politikussal az élen, aki mondott valamit itt Erdélyben, és most szinte az egész világ, USA-tól a németeken át, az oláhokig, mindenki szidja, támadja bődületes erővel őt. De van egy régi mondás. Ha mindenki gyűlöl és rosszakat mond rólad, akkor nagyon valószínű, hogy valamit kiválóan csinálsz. És még odaírtam a végére, hogy ez az én nyilatkozatom, erős támogatója vagyok Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének. Bom. Na jó. Tény, hogy egy beteg rendszerben, ezt most globálisan értem, ember legyen a talpán, aki labdába tud rúgni, ráadásul, ha jó csatárként tud küzdeni. Viszont szerintem a mi felelősségünk az, hogy megtanuljuk felismerni a barátot és az igazi ellenséget. Meg kell tanulni látni, nem csak nézni. Tudni kéne uralkodni a saját személyes szimpátiánkon vagy antipatiánkon. El kellene fogadnunk azt, hogy az élet áldozatokkal is jár, és hogy nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is. Hogy is mondta Tamási? Az igazság fáj, de meg lehet szokni. A szép magyar nyelv mondja, hogy a gyümölcséről ismerszik meg a fa. Mi pedig végtelenül el vagyunk kurulva, szebben mondva, elkényelmesedve. Jogainkat betéve tudjuk, de legtöbben csak a biztonsági játékosok vagyunk, és nincs egy önálló gondolatunk sem. Csak mások igazságaik képesek szajkózni. Pedig már azzal sokat segítenének, hogyha mély csöndben maradnánk. Hogy is mondtam az elején? Kövesd a nőt, kövesd a pénzt. Az évek során nem véletlenül ajánlottam, nem egyszer, nyilvánosan is, hogy le kéne tudni tenni azokat a bizonyos kottákat, könyveket pedig fel a polcra, és bátran kellene játszani mindenkinek a saját dalát. És ha az nem megy, akkor esetleg verseket olvasni, vagy Urán bocsáj, Jungot, vagy csak pár magyar népmesét. Hogyha sehogy sem mennek a dolgok, akkor elmenni egy piros lámpásházba. És bizony erre a kiszólásaimra no, a válasz mindig a nagy-nagy mélységes csönd volt. A nagy zajban pedig mindig elvész a lényeg. Itt, ebben a mai Romániában világosan lehet látni egy korábbi nagy laboratóriumi kísérletnek a szomorú következményeit. Egy agymosott társadalom, kérdezi nem tudó, dúvad embercsoportok, a tanultak között is fehér holla, a szelidebb, kérdezni tudó, a megismerés kultiváló individuum. Viszont látok és találkozok nap mint nap olyan itteni fiatalokkal is, köztük románokkal, akik még nincsenek elrontva, mernek kérdezni, és szeretjük egymást. Tapasztalatom szerint
Manapság az emberek nagy része nem tud küzdeni. Nem felkészült, a saját kis dogma világába zárkoznak be is. Legtöbben onnan küldözgetik okosságaikat. Miközben vannak beavatottak, akik teszik a dolgukat, viszont az értelmiségi csürhe és a pornép közösen ácsolja már a bitófát vagy a giotint azoknak, akik mernek játszani. Sokszor volt már ez így Európa történetében. Például egyik a mai napig dicsőített francia forradalom. Van az a régi székely vicc, amit még Bogár Laci bácsi is sokszor emleget a blogján. Ő az idős székely bácsi, a háza előtt, a botjára támaszkodva, és az arra jár a városi kamasz gyerek megkérdezi tőle. Áron bácsi, mit lát most? Mi történik a nagyvilágban? Erre az öreg székely mélyen a fiú szemébe néz, és azt válaszolja lassan. A világban, fiam, nem történik semmi. Semmi sem történik. Hát igen, drága feleim. A fájdalmas utat nem lehet megspórolni, de legtöbben ezt szeretné mindenki. Le kell menni a mélybe, ahogy a mesékben is szépen átadták nekünk annó, meg kell küzdeni a hétfői sárkánnyal, ki kell állni a próbákat, merni kell hibázni, elbukni, de fel kell tudni állni. Akár századszorra is, és eljutni abba a bizonyos várba, ahol vár titeket a fele királyság és a király szép leánya. Itt az idő a beavatásnak. A te dolgod, kedves néző, a te szabad döntésed, hogy melyik pirulát választod. A pirosat vagy a kéket. De ha lenyelted a keserű pirulát, akkor már nincs visszaút. Ezt ne feledd. Minden jót. Sziasztok!